Úgy néz ki, hogy a hivatali költségvetésen és a támogatókon kívül állami támogatást is kap az 5. bátaszéki bornapok. A szervezés így valamivel könnyebb lesz, és színvonalas programokra is telik majd a kasszából. Összességében azt mondhatom, hogy képviselőtársaimmal nagyon sokat dolgozunk azon, hogy lehetőség szerint bátaszékre minél több pályázati forrás eljusson, és nagy örömmel mondhatjuk azt is, hogy a bátaszéki bornapokat a Kulturális Államtitkárság támogatni fogja ebben az esztendőben. Így azt mondhatjuk, hogy ez a támogatási összeg, ami érkezik, ez nem a központi költségvetés rovására megy, tehát magyarul a bátaszéki embereknek nem fog annyi pénzébe kerülni ez a rendezvény, mint korábban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ősszel véget ért a kampány. Most annak az ideje van, hogy elkezdjünk dolgozni, és a bátaszéki emberekért és a bátaszék városért dolgozzunk. A városunk döntött korábban arról, hogy augusztus 31-ig minden programot mi is töröltünk. Tehát ha is amennyiben még lenne is arra lehetőség, hogy most elinduljon a szabadtéri programoknak a megtartása, mi augusztus 31-ig nem fogunk rendezvényt tartani bátaszéken, viszont gőzerővel készülünk az 5. bátaszéki bornapokra. Ezzel kapcsolatban a Marketing Kft. Valamennyi szerződését már megkötötte, folyamatosan tárgyalunk és úgymond tűzben tartjuk a vasakat, hogy ha és amennyiben erre meg lesz a lehetőség, akkor szeptember 2. hetében megtartjuk a rendezvényt. Ugye ennek a forrása is rendelkezésre áll, hiszen a város a költségvetésben elkülönítette erre a megfelelő összegeket. Valóban támogatásban is részesültünk a minisztérium által, mely nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ezt a rendezvényt színvonalasan tudjuk megszervezni, illetve hát számítunk a szponzoraink támogatására is, hiszen azért a bornapok megrendezése kapcsán ők is mindig derekasan helyt álltak ahhoz, hogy színvonalas programokat tudjunk szervezni. Az idei fellépőkről még nem tudhatunk semmit, de ha az eddigi évekhez hasonló nívós programok lesznek, mindenki meg lesz elégedve. Nekünk bátaszék az első, a bátaszéki emberek a legfontosabbak, és azt gondolom, hogy azért jelentkeztünk képviselőnek, hogy lehetőség szerint mindent megtegyünk annak érdekében, hogy majd az önkormányzati ciklus zártával azt tudjuk nyugtázni, hogy bizony érdemes volt, és bizony sikeresebb lett a városunk, hiszen mindannyian itt élünk. Nyilván vannak politikai kérdések, de azt gondolom, hogy a város fejlődése ilyen szempontból nem lehet politikai kérdés, hiszen mindannyian ennek a városnak látjuk vagy az előnyét, vagy a hátrányát. De én azt gondolom, hogy óriási előrelépések vannak ebben, hiszen a Fidesz frakció számos területen tudott már most az elmúlt 6 hónapban eredményeket elérni, így a kultúra területén, a borfesztivál támogatásával kapcsolatban, de kiemelhetném azt is, hogy a kápolna felújításában egy elég komoly, több mint 40 millió forintos összegű pályázatot fogunk tudni érvényesíteni a városba, és azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb kérdés az az, hogy összefogjunk, és hogy a bátaszéki kultúrházat végre meg tudjuk úgy újítani, hogy arra büszke lehessen minden bátaszék, és jó szívvel tudjunk ott mindenféle rendezvényeket megtartani, hogy számos feladat van előttünk, de én azt gondolom, hogy nyilván politikai viták vannak, de most a legfontosabb az, hogy a város jobb legyen, és a bátaszéki emberek jobbnak érezzék a várost, és lehetőség szerint tényleg azt tudjuk mondani, hogy egy jobb, élhetőbb településen élünk. A következő 5 évben én ezt kívánom, hogy bátaszék és a bátaszéki emberek sikeresek legyenek. Az 5. bátaszéki bornapok lenne a rendezvények nyitánya, és az őszt követően szeretnék azokat a programokat megtartani, amik szerepelnek a tervezetben. Reméljük, hogy ezeket már zavartalanul le tudjuk bonyolítani az év hátra levő részében, mondta a polgármester. Azt gondolom, hogy a városunk közéletére mindig is jellemző volt, hogy vannak olyan időszakok, amikor folynak bizonyos politikai csatározások. Ezek általában a választások környékén le is szoktak úgy nagyjából zajlani, és azt követően valamennyi önkormányzati képviselő, független attól, hogy milyen politikai szervezet támogatásával, vagy milyen politikai gondolkodással került be a képviselőtestületbe, ezen felül tud emelkedni, és a döntéseit alapvetően nem politikai, hanem várospolitikai, azaz a bátaszékiek érdekei mentén hozza meg. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban próbáltunk ennek eleget tenni, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy a hátralévő ciklusból még hátralévő, mint egy 4-4,5 esztendőre
A mi működésünkre ez lesz majd a jellemző. Csodás a test, és csodás a láb, egy pillanat, s a fejemben az összes.